Folytatódik a téma, a Revita TV hírháttér műsora. Nyár van, nyáron az ember ugye vagy úszkál, vagy utazik, vagy kiül a teraszra, vagy kimegy az utcára és nézi a csillagos eget. Gyönyörű a nyári csillagos égbolt is. Tenné hozzá biztos a mondatomhoz Petek Gábor, a Győri Egyetemi Bemutató Csillagvizsgáló vezetője. Szép jó estét kívánok! Jó estét kívánok és a kedves nézőknek! Nem tudom, van olyan titulus, amit nem mondtam el önről, mert azért pontos szeretnék lenni. Köszönöm szépen. Hát mi itt a Győri Egyetemi Bemutató Csillagvizsgálón kívül még a Országos Egyesületnek is egy helyi csoportja vagyunk. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Csillagászati Egyesület ez egy a 4-5 ezer tagot számláló szervezet, ennek volnánk a Győri helyi csoportja is. Értem. És ezt vezettem 2002-től. Gábor, az emberek látják ezt a kupolát, ami ott van az egyetemen, ugye, hogyha kimennek a homokosra fürdeni, látják, de azt sokan nem tudhatják még, bár azt hiszem, hogy nagyon sok hír megjelenik önökről Kisalföldben is, nyilván Revita TV-ben is, hogy hogyan lehet oda eljutni, vagy mi ennek az útja, módja, hogyha én szeretnék belenézni egy távcsőbe. Kérdés roppant egyszerű, de mégis fontos kérdés. Nyilván, aki nappal sétál, arra nem lát bennünket ott. Nappal a kupolát nem látják, hogy működik. Ugye mi éjszakai tevékenységet végzünk alapvetően. Többféleképpen meg lehet bennünket találni, a legegyszerűbb az, hogyha oda jönnek a K3-os kollégiumhoz, Széchenyi Egyetemnek a K3-os kollégiumának a portáján tudnak minket megtalálni. Ott a portásnál kell bejelentkezni, és ők el tudják látni őket mindenféle információ, hogy hol lehet bennünket elérni. Általában minden pénteken, nyári szünet van, most minden héten napnyugtától pénteken ott vagyunk. Nem tudnám megmondani, hogy meddig. Attól függ, hogy az időjárás mennyire fogad bennünket kegyeibe. Legkésőbb reggel azért el szoktunk indulni hazafelé. De eléggé be vannak táblázva, azért úgy tudom, ugye? Tehát azért elég sok csoport jelentkezik be, és sok érdeklődő jelentkezik. Igen, hát nyári szünetben is vannak csoportjaink, rengeteg kiránduló van, akik így sátraznak az aranypart mellett. Ők egyszerűen megtalálnak bennünket. Látják, hogy fent van egy csillagvizsgáló, elkezdik keresni a helybéli embereket, és viszonylag hamar ránk találnak. Én nem tudom, hogy csinálják, de nagyon gyors már telefonszámainkat is megszerzik. Tehát az, aki igazán keres bennünket, mindig megtalál. Tanítási időszakban szintén megtalálnak bennünket, jó néhány helyi szakközépiskolával van kitűnő kapcsolatunk, iskolai csoportokat rengeteget hoznak fel hozzánk, akár más napokon is, megbeszélés kérdés az egész. Épp egy sajtótájékoztatón futottam össze az Árkádnak, van a Világűr programja, most rendkívül érdekes, ott is vannak előadásaik, ugye? Igen, igen, 16 napunk van arra, hogy 32 előadás alatt próbáljuk az emberekhez kicsit közelebb hozni ezt a néha túl misztifikáltám, de nem annyira ördöngös tudományt, a csillagászatot és az űrkutatást. Na és ezen a bizonyos sajtótájékoztatón tudtam én azt meg, hogy tulajdonképpen önök, ezt most jó értelemben akarom mondani, amatőr csillagászok, vagy így pontosan fogalmazom? Tökéletes megfogalmazás, ennek a legnagyobb lényege az az, hogy mi nem végzett profi csillagászok vagyunk, tehát nem ez a végzettségünk. Azt lehet elmondani, hogy gyakorlatilag a biztonsági őrtől kezdve, össze-vissza mondom a sorrendet, tehát nem a embereknek a megítélésére gondolok, biztonsági őrtől kezdve fogtechnikuson át a valódi fizikatanárig, vasúti dolgozók, forgalmistától kezdve a villamosmérnökig számtalan ember van, aki ezt mint egy hobbit űzi. És ez a közös nyelv számunkra, tehát ez a hobbi köt össze bennünket. Egyetlen egy ember van, aki közöttünk valóban csillagász végzettségű. Többiek abszolút nem. Na jó, de én azt tapasztaltam, hogy hihetetlen felkészültség és hát sok-sok tapasztalat áll önök mögött, és ezt próbálják átadni nagyon közérthető és nagyon impulzív módon. Igyekszünk azokat az információkat, amelyeket mi az elődeinktől, Szitter Béla bácsiéktól, Déva Jantéktól, aki az előző főnök volt, Déva Jantal úr, mondhatnám így is, tőlük megkaptunk az elmúlt 10-11 néhány év alatt, ezeket az információkat magunkba szívtuk. Úgy gondolom, hogy ezeket úgy, ahogy mi megtanultuk, ehhez hasonló módon lehet leghatékonyabban, legjobban átadni az érdeklődők számára. Legyen ez akár 6-tól 660 éves korig bárki. A nézők agyon csapnának, ha nem kérdezném meg, hogy most miért érdemes az égre tekinteni, vagy általában miért érdemes az égre tekinteni, vagy ennyi kérdést nem szabad föltenni persze egyszerre, hogyan érdemes az égre tekinteni? Az égre többféleképpen lehet tekinteni, nyár egy kitűnő alkalom erre. Nincs nagyon hideg, sokan kint vannak ilyenkor este az ég alatt, akár már szabad szemmel is érdemes az égboltra fölnézni, vagy egy kisebb távcsőn egészen más világ nyílik elénk. Szabad szemmel kitűnők lesznek augusztusban a hullócsillagok, ugye Perzeidák meteorrajt ismét várjuk, remélem, hogy ez idén is sok szép hullócsillagot és sok szép teljesült kívánságot fog hozni itt az embereknek, de úgy gondolom, hogy meg tudjuk adni a lehetőséget, akár a péntekenki bemutatóinkon, akár az újságban majd megfelelő időben meghirdetett kihelyezett bemutatóinkon, hogy komolyabb távcsövekkel állunk
rendelkezésesekkel, a távcsövekkel meg tudjuk mutatni a bolygókat. Most például bízom benne, hogy 7-én, ami lesz egy bemutatónk itt éppen az Árkád rendezvény keretén belül, tervezzük azt, hogy megnézzük a Vénusz bolygót, roppant érdekes, mert belső bolygói és fázisai vannak hasonlóan, mint a Holdhoz. Meg tudjuk nézni a Jupitert, és meg tudjuk nézni a Szaturnusz bolygót is. Ez a három a legérdekesebb és leglátványosabb, úgy gondolom, a bolygók sorából. Ezt a hármat egyszerre meg tudjuk nézni egy este. Ez nagyon-nagyon érdekes, és szokott tetszeni az embereknek. Igen, azt hiszem, mert valahogy a csillagok tényleg nagyon vonzák a tekintetet, meg az emberek szívének is jól esnek, hogy megnézik őket. Érdemes-e tanulni valamit a csillagászatról, mielőtt mondjuk én veszek egy távcsövet, mondjuk jó, elmegyek önökhöz is az egyetem csillagvizsgálója megnézni, és ez tetszik nekem otthonra, és szeretnék egy távcsövet. Előtte kell-e valamit tudnom, tanulnom? Igazándiból én úgy gondolom, hogy ha van, akinek van hozzá kedve, természetesen érdemes utána olvasni. De az eddigi évek tapasztalatai azt mondják, hogy az, aki egyszer belenézett a távcsőbe, akkor még nem kell tanulni. Meg tudjuk mutatni, el tudjuk mondani azt, hogy mit lát, mi az, amire oda kell figyelni, és ha valakit ez a látvány megragadott, én biztos vagyok benne, hogy elő fogja venni azokat a könyveket, hogy el fog járni hozzánk azokra a szakkörökre, ahol a további információkhoz hozzá tud jutni. Ez a legfontosabb szerintem az egészben, hogy valaki lelkes lesz, egy idő után magában felépül az az igény, hogy ennek utána kell járni, és az érdeklődés kiteljesedik. Egy picit a pénz felé akarok elkanyarodni, önök non-profit szervezet, ugye? Abszolút értékben. Tehát aki oda megy, az nem fizet semmit, hogy jól van. Tudom? Így van, ez teljesen így van. Gyakorlatilag 52 éves a Győri Egyesület, a Győri Csillagász Mozgalom. 89-ig a vagongyár volt a patronus, ugye ez a vagongyárnak a távcsa volt, amit mi használunk. Ez itt a Dunakapu téren volt, van, onnan van, került át. Így van, 89 telén vették le, másfél évig felújították, 90 nyara óta a mai helyén van ez a Győri, akkor még főiskola, ma már Széchenyi Egyetemnek a kollégiuma. Ugyanúgy ingyen van, ugye, hogy régen a vagongyár volt a támogató, tehát mi adtuk lehetett ingyen, most a főiskola, illetve egyetem az a támogató szerv, aki a háttérben mögöttünk áll, és ő adja a távcsövet, adja a helyszínt, adja úgymond az összes költséget, ami felmerül. Mi pedig, mint előadók, a saját szabadidőnk terhére, mi ezt adjuk el az egészet, és így lehet ez továbbra is ingyenes. Én bízom benne, hogy ez az elmúlt 52 évig így volt, remélem, hogy még legalább háromszor ennyi ideig így is maradhat. Hát Pete Gábor, mit is mondhatnék, hogy Isten áldja azokat, akik a közérdekében tevékenykednek, és ilyen jó ízűen beszélnek arról, amit ők szeretnek, és ilyen érdekes dolgokat csinálnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejött hozzánk. Én köszönöm a lehetőséget. Szerintem a nézőink közül sokan meg fogják találni önöket, úgyhogy jönnek. Várjuk önöket a csillagvizsgálóban. Köszönöm szépen. Nézőinknek köszönöm szépen a figyelmet. Ez volt ma a heti téma. Nyaraljanak, pihenjenek, egy kicsikét lazítsanak, nézzék a csillagokat, ússzanak, vagy éppen menjenek el a győri nyár rendezvényeire. Viszontlátásra!